Néha elgondolkozom azon, hogy hányféle istenhit van. Ugye vannak a monoteista vallások, a katolikus, a zsidó és a muszlim, az iszlám, és ők ebben az egy istenben hisznek, azt gondolják, hogy ez az igazság. Aztán vannak a buddhisták, akik tulajdonképpen nem istenhívők, de valamilyen transzcendens világot tartanak szem előtt, ő szerintük ez az igazság. Vannak a hinduk, akik sokféle istenben hisznek, sok istenük van, és azt gondolják, hogy az övék az igazság. Most a kérdés az, hogy vajon lehet-e mindenkinek igaza? Nem hiszem. Talán az a valószínűbb, hogy egyiknek sincs igaza.